érzéshez belül a lelkem miért kényszerül újabb szárnyalásra. Mondd, hol a kezdet és a vég. De ez a bizonyos kabala nyaklánc, ami tulajdonképpen itt fityeg a nyakamban, ez egy középkori alkímiai vegyjel. És annyit kell meg tudni, hogy amikor szólista lettem, akkor a lemezborítóimon is mindegyiken szerepelt ez a jel. Aztán amikor úgy gondoltam, hogy egy picit leállok, akkor én ezt levettem. És most újra visszaraktam. Én nagyon-nagyon-nagyon örülnék, és szerepelt boldog lennék, hogyha összejönne egyszer csak majd egy szimfonikus lemez vagy koncert. Tehát ez irányba próbálok én tendálni, és mindent megteszek, hogy ez sikerüljön. Alapvetően a közönség reakcióján fog múlni, tehát remélem, hogy mindenkihez, minél több emberhez sikerül eljuttatni ezt a fázist. És hogyha pozitívek a visszajelzések, akkor én már is munkába állok, tehát elkezdem gyártani a további dalaimat. Ha például megnyerném a lottó főnyereményt, mennyire könnyű dolgom lenne? Tehát szinte azonnal, néhány telefon után, csak egyeztetvén a muzsikusokkal, segítőtársakkal, nagyzenekarral, a megfelelő színpadokkal és a megfelelő lemezkiadókkal iszonyúan le lehetne rövidíteni ennek a kísérletnek az időtartamát, úgyhogy szerencse, csókolj engem most homlokon, légy oly kedves. Hányas a szemcsid? Kettes? Mínusz másfeles. Másfeles. És a tíz? Igazából mínusz hat, de ez egy régi szemüveg, csak kerek. De az újat már azért nem teszem fölté felvételen, mert hogyha így oldalról belenéznek, akkor jön a fej, és puty, bemegy, aztán megint visszajön.